Ez egy ilyen pillanat. Lefolyt a bokájáig. Lefolyt a bokájáig. 4 év után rá kell jönnöm, hogy nem ismerlek. Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek. Elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol itt van velem Bence. Szervusztok! És még mielőtt bármibe belekezdenénk, szeretnénk nektek elmondani, hogy 35 fok van a stúdióba, úgyhogy... Úgyhogy ezt így tartom majd. És akkor... Most. Jó, nem? Ha minden igaz, akkor jövő héten lesz klímán. Ha minden igaz. De sajnos ezt nem lehet tudni. Elvonja a figyelmem, hogy rendezkedik. Megvan-e nektek az a melegségérzet, és az a szintű izzadás, amikor azt se tudod eldönteni, hogy honnan kezdődnek a dolgok? A hajam ragadt hozzám, a sminkem lefolyik, de itt vagyunk, és új videót csinálunk nektek. Mindennek ellenére érkezik az új sorozat. Igen, így van. Amit tegnap ugrott be nekünk, neked. És megint csak nem egy egetrengető újdonság, de arra gondoltunk, hogy egy kis szint vihetne az új közös videóinkba. Igen, azért titkosat már csináltunk eleget. Hetet, ha jól számoltam. Szerintem nem is azon van itt a hangsúly, hogy csináltunk eleget, hanem hirtelen nagyon sokat csináltunk egymás után. Igen, ebből állt ki a csatornánk. Amivel nincsen semmi baj egyébként, mert nagyon jók voltak, viszont... De most egy kicsit. Szeretnénk egy kicsit más csinálni. Igen. Úgyhogy tegnap kitettem Instára és Bence is, hogy írjatok nekünk sztorikat, amik a párotokkal kapcsolatosak, és volt bennetek egy ilyen érzés, hogy nem hiszem el, hogy ez velem, velünk. Neked szokott ilyen lenni? Persze, melletted, hogyne. De ne érjünk egymáshoz, léci. Jogos. 8 darabot választottunk ki, te is és én is, nyilván hozzám is fog készülni videó, és hogyha tetszik nektek, akkor majd folytatjuk. Ezek az első részek mindig ilyen teszt jellegűek, megnézzük, hogy hogy tesz, kérdődik, hogy... Teszt, Johnny, teszt! És azóta megtanultam, élete, hogy poj... Tényleg kéne beszédtanárhoz... Tanárhoz járni! Szerintem ez a meleg. Meleg. Gondolod? Ilyen kozsó frizurával nagyon rossz. Mármint, hogy nem kozsót akartam mondani, kevésbé sértett, de... Felveszem egyedül! De milyen rosszat, akartam. Csajoknak rossz lehet egyébként. A pozíció nem sokára megüresedik, úgyhogy a jelentkezőket várom szeretettel. Kezdjük is el, nem tudom, hogy milyeneket választottam. Miért tapsoltam? Milyen fel lehet engem vérelni, hogy ilyen izének. Tapsol emberkének. Na, igen. Tehát, egy hölgy írja nekem. Igen. Első randira a mi kis falunkban egy kocsmát választotta. El is jött értem, majd odaérve derült ki, hogy a mamája is már ott várt minket. Be is mutatott neki. Jézusom. A ciki mégis az, hogy ezek után még 1,5 évet együtt voltam vele. Végig a mama felügyelete alatt, persze. Ne, de tényleg vannak ilyenek ne. Amúgy? Mert ezekről hallunk, de én sose hittem el, hogy ez létezik. Ne. Amikor, tudod, ez a nagyon erősködik, nagyon ott van, nagyon részt vesz a kapcsolat nem két szeméről szól, a mama ott van középen, és megoldja, ha bármi problémátok van. Szomjasak vagytok? Éhesek vagytok? Mentek okay. valahova? Oké, azt még el is nézném. Nem. De hogy az első randira ott volt a mama. De le kell tesztelni, hát 3-an lesznek a kapcsolatban. Nem. Ez csávóként amúgy. Ennél tudod, mi lenne a rosszabb csávóként? Ha az apját hozzá el. Hát de... Én ott halnék meg belül, tehát nekem ezzel nagyon nagy problémáim vannak, hogy... Nem tudom, feszengek, hogyha van egy új barátnőm, és ő bemutatja az apját, akkor ez a... Jó napot kívánok! Kicsit lemégyük a hangunkat. Jó napot kívánok! Mit dolgozol? Internetes, marketinges, ilyen esküszön van munkám. Következő. Elmentünk vacsizni. Nagyon friss kapcsolat, és evés közben elkezdte túrni az orrát. Ne! Annyira részt vennék egy ilyenen, nem tudom miért egyébként. Velem van a baj? Részt akarok venni egy ilyenen. Az az igazság, Jézusom, hogy én nem vagyok érzékeny, tehát a fikázás, a büfizés, a pukizás engem nem érdekel egy cseppet se, de hogy egy étterembe, az nagyon kínos, amikor beáll és elkezd bányászni. Próbálom elképzelni a szituációt, azért fagytam le, de valahogy nem. Nincs ott lelki szemeim előtt, hogy ott ültök a japanikába és elkezdi túrni az orrát. Nem, nem. Szólsz ilyenkor? Vagy hogy szólsz ilyenkor?
Én... Kiveszi? Azt még megeszed? Én lennék az, tudom, aki így ülne, hogy... Nekem eleve problémáim vannak az ilyenekkel. Jó, annyira... Prűd vagyok, mondjuk ki, prűd vagyok, kész. Nekem problémám van az ilyenekkel. Igen. Emberek vagyunk. Mások jobbak. Mások nem. Na mindegy. Én nem tudom, hogy rászóltál-e az illetőre, de respekt neki, hogy ezt így. És az a, tudod mi a durva az egészben? Hogy nem veszik észre magukat. Tehát én ezen fagyok ki, hogy nem az, hogy megcsinálja, hanem nem veszi észre. Jó vagy amúgy? Beleképzelted magad? Ez nem azért volt, mert fáznék. Kéne csinálni a sorozatnak egy ilyen spin-offot, hogy, vagy egy ilyen folytatást, hogy eljátsszuk azokat nyilvános helyen, amiket itt leírnak, amivel ők is megtörténik. Na, azt élveznék. Éljük át. Jó ide szeretnéd. Mindegy, csak kellem. Amúgy ez hogy lehet, hogy prűd vagy, de közben meg... Imádok kellemetlenkedni nyilvános helyen? Hát nem tudom. Következőt megint egy hölgy írta, miszerint vártam a barátomat, és mikor az autó leparkolt, úristen, bocsánat. Miért mindig csajok írnak? Mi van a csávókkal? Csajok is csinálnak ilyet, tuti. Tehát ez pont egy ilyen sztori lesz, és emlékszem, amikor ezt kifotóztam, és nem én voltam. Sikítottam. Ja, azt hittem, hogy ja, mármint, hogy nem úgy, hogy a csaj írta rólam, hanem, hogy ezt emlékszem, hogy azt hittem, hogy rólam mesélsz valamit, de nekünk nincs ilyen. Szóval, vártam a barátomat, és mikor az autó leparkolt, beszöktem, puszit akartam adni, közben az apja volt. Mi? Álljunk meg. Tehát beszállsz. Nem szóval a csávója ült a volánán, hanem az apja. Puszit akartam adni, közben az apja volt. Barátom utánunk parkolt le, és néztem, miért szállok ki az apja mellől. Szegény csak vásárolni ment. És az a baj, lentületben vagy szerintem, azt oda nyomod azt a puszit. Ott már nem állsz meg. Ha lesmárolod a post, az ez. Már, ups. Megint elképzeltem, és nem tudom. Mit csináltok amúgy? Hát ott megnyílik alattad az összes létező kérge. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy. Megmondja fiának, hogy... Köszönöm, és üdv. Szimpatikus. Érdekes lehet egyébként. Ott nem tudom, ott lehet eltűnnék egy-két hétre. Hogy így nyaralni, vagy valami. És megmondanád, hogy amúgy az elkövetkezendő 20 évben egy családi összejövetelre se tudok elmenni. Hát már pont beteg. Igen, pont beteg leszel. Mielőtt a következőt felolvasom nektek, szeretném egy pillanatra itt megszakítani a videót, és megköszönni a Tiplinónak, hogy támogatja ezt a videót. És hogyha nem tudnátok, hogy mi az a Tiplinó, akkor most jól figyeljetek. Mi is az a Tiplinó, és hogyan szerezhetsz jutalmat vele? Ha még sose hallottál a Tiplinóról, akkor nagyon egyszerűen felvázolom neked. Vásárolj a Tiplinó cashback portállal, és a jutalom a tiéd. Mi is az a cashback? A cashback szó szerint pénzvisszaszerzést jelent, és ennek köszönhetően visszakaphatod a pénzed egy részét, amit internetes vásárlás során költesz el. Ez azt jelenti, hogy szó szerint megjutalmaznak téged, hogyha a Tiplinón keresztül vásárolsz. Az első az, hogy kiválasztod a webáruházat, ahol vásárolni szeretnél, ezt a Tiplinón keresztül is megteheted, ahol több mint 350 webáruházat találsz meg. Második lépésben ki kell választanod a Tiplinó weboldalán azt a webshopot, ahol vásárolni szeretnél, majd a narancssárga gomb segítségével átirányítanak a webáruházba, és innentől csak ugyanúgy kell vásárolnod, mint máskor. És harmadik lépésben pedig, ahogy megtörtént a vásárlás, a webáruház értesíti a Tiplinót, hogy vásároltál náluk, minden vásárlás összegének egy részét pedig visszakaphatod egyenesen a bankszámládra. Ha te is szeretnél pénzt visszakapni a vásárlásaid után, akkor mindenképpen próbáld ki a Tiplinót, a linket lent hagyom nektek a leírásba, amin keresztül ki is tudjátok próbálni. Még egyszer köszönöm szépen a Tiplinónak a támogatást. Tovább a videóhoz. Tehát a következő. Úgy ismertem meg a majdani férjem anyukáját 11 évvel ezelőtt, hogy full részegen hazavitt a mostani férjem. Jó, eddig jó. Majd bement az ajtón szólni anyukájának, hogy szeretne neki bemutatni. Jaj, de jó! Bár nem értem, szeretem, hogy miért kezdte így, amikor. Anyukája mondta, hogy persze jöjjenek csak be. Párom akkor mondta, hogy hát jönne, csak nem tud bejönni. Úristen, de szeretem, jaj, de jó. Oda jött az anyukája az ajtóhoz, jót nevetett és bemutatkozott. Hogy másképp? Ne haragudjál már ha nem meg, így. Ha te csávó vagy, miért? Mert ezt így kell. Tehát, hogy látod, figyelj, hogy ez a szerencsétlen nő személy a lábán nem áll, te meg... Nem. Nem azt mondod látod, anyádnak, az a baj, hogy nem. Figyelj, holnap majd bemutatkoztok, egy kicsit többet ivott, mint kellene, úgyhogy mi lenne, hogyha most... Mivel nő nem érti a logikát az egészben. Csávóként azért mutatlak be, mikor saturészeg vagy, mert akkor a legrosszabb feledet, énedet, pillanatodat mutatom meg.
onnan neki az egy negatív találkozási pont, ugye? Egy negatív benyomás, ugye? Az első benyomás, amit nem lehet megismételni. Így van, viszont az idő múlásával, amikor már józan vagy, onnan már csak jobb lehet, tehát építed az egészet, és felfele megy a görbe. És te a pasi logikáddal arra nem gondolsz, hogy én a kapcsolatunk végéig szégyelni fogom magam? Hát téged. Engem biztos, hogy bevittelek. De hogy szégyelni fogom magam, hogy anyád úgy látott először, hogy azért szégyel csúsztam magad, a földön. Azért szégyel magad, mert nem érted a férfi logikát, hogy bevitte. És onnan csak jobb tud lenni. Ezt így kell gondolkodni az egészben. 4 év után rá kell jönnöm, hogy nem ismerlek. Ismer. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy ez hogy tűnhet jó ötletnek bárki a számára. A logikát. A logikát. Kaland az élet. De neked meg az kell nincsen. Élni. Mi? Mim nincs. Logikád. Álljon már meg a menet, nem vagyok én takarítónő. Jaj, de melegem van, nem hiszem el. Akkor nincs. Sincsen logikád, és ez amit annak hívsz, ez hülyeség. A férfi logika az létezik. Ó, persze. Fú, te. Szóval, ezt csak neked mentettem ki. De jó. Ugyanis. Ragadt hozzám a póló mindenhol. Rángásai vannak. Minden ragadt hozzám mindenhol. Nem tartunk egy gyors szünetet? Taktikai. Száradják. Oké. Nem akarod veled csinálni? Így. Szóval, az első Tinder randinkon szó szerint befostam, de úgy, hogy lefolyt a bokámig. Azt gondoltam, hogy a srác nem. Hazamegy és letilt az életről is. Azóta eltelt másfél év, és boldog párkapcsolatban vagyunk. Én nem fogtam fel, tehát, hogy Tinder, randi, nem. Lefolyt a bokájáig. Lefolyt a bokájáig. Imádja. Rebecca meg van veszve az ilyenekért. Tehát, hogy ő filmbe, sorozatba, élőbe, bárhol történik valami ilyesmi, Marco Rebeccát megveszed vele. Annyira vicces. Ő volt az, aki kiskorában az Adam Sandler filmekért oda meg vissza volt. Tetszik, mi? Annyira jó. Jó, mi? Nagyon. És a bokájáig. Ezt képzeld el. Kaptam egy sírcsokrot, még ilyen nehézke is volt, hogy ne vigye el a szél és művirág. Mit kapott? Egy sírcsokrot. Ne! De miért a csávó nem tudta, hogy az... De vannak ezek a izék, ezek a csokrok, amikről nem mondod meg, nem? Nem. Jó, amikor van két ilyen szalag rajta, az már más, de gondolom nem volt. Nem. És nehéz volt, hogy ne vigye el a szél? Igen. De figyelj, a virág... És művirágból. De taníts volt. Minket, férfiakat, mint a Kozsó, amikor mondja, hogy taníts. Hogy menjünk és húszunk egyet, nem bírok leállni. Szóval, a virág az virág, nem? Yeah, it is. Kezdjük azzal, hogy művirág. Igen. Kettő meg, hogy a sírcsokor, az azért könyörgöm arra van, hogy temetésre vidd. Mi? Most kell megtudja? Nem. Nem örülnél neki? Ha hoznál nekem egy sírcsokrot? Igen. Vagy egy koszorút? Igen, hát jó, koszorút nem arról megmondod. Lehet a sírcsokorról megmondaná, hogy az nem az. A csávó. Ezt érted? Gesztus. És most következik az utolsó. Ez a legkellemetlenebb, az összes közül a legkellemetlenebb. Figyelj, azon túl, hogy valakit bevittek részegen bemutatni szülőknek, hogy valaki a randián bokáig fosta magát. Kezdjük 5-ször előről és vigyél be részegen, ez a legkellemetlenebb. Na! Hölgy írja. Igen, név nélkül, please. Barátnőim megleptek balatoni nyaralással. Egész úton lefele extázisba voltam, amikor kinéztem a kocsiból és láttam egy nagy csapat embert szépen kiöltözve, torkom szakadtából üvöltöttem ki, hogy eladó a mennyasszony. Egy temetés volt, utána a maradék 2 órában nem szólalt. Jézusom! Betegek vagytok? Ez... Nem ezen nevetünk ebben. Ne haragudj, de igen. Tehát, hogy amikor látod a mennyasszonyi autósort, és egy kicsit te is megörülsz nekik, és jobb kedved lesz, hogy ez az, házasodnak, boldogok, dudáljunk nekik, nagyon örülnek nekik, neki, de amikor egy fél másodperc... Hú, ez nagyon beteg. Ahogy oda nézel, és nem veszed észre... Ott arra a napra befele fordulsz. Leértek, meglátod, hogy 5000 a lángos, egy kicsit sírsz is, de hogy...
De most szavak nélkül maradtam. És akkor ezzel vége is van ennek a videónak. Nem gondoltam bele egyébként, hogy ezt fogom utoljára hagyni. Felolvastál egy utolsót? Ja, hogy úgy vágod össze. Szedd össze magad. Mindjárt 10 évet csinálod ezt. Ezt hagyd már benne, hogy mennyire meleg van, hogy nem tudok gondolkodni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, az új koncepció, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha van kérlek, a sztoriaitok. Kérlek, dobjatok, folytassuk már, én szétadtam. Nálam is megjelent egy, bocsánat, hogy közbeszólok. Férfinak a háznál nem lehet szava! Hogyha vannak sztoriaitok, akkor írjátok le ti is nekünk. Akár név nélkül, Instán, privátba, akár itt a komment részlegben, hogyha úgy sincs a polgári akár nevetekkel ellátva csatornátok. Azt gyorsan hozzátenném, hogy nagyon jó üzenetek jöttek, viszont még mindig terelném afelé az irányt, hogy inkább párkapcsolatosokat írjatok, ami a párotokkal történt. Igen. És nektek, vagy akár mindkettőtöknek nagyon kínos volt, vicces lett a végén, vagy... a közös legjobb sztoritok, ilyen dolgokat egyet várunk. Egyet be lehet olvasni szerintem videónként, ami kikiabáltam a kocsiból, és nem a párkapcsolatról. Igen. Szól az egész, de igen. De hogy a párkapcsolatosokat részesítenénk egyébként előnyben. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi most megyünk, és szerintem jéghideg víz alá fogunk állni. Nézzétek meg az én videómat is, és iratkozzatok fel Rebekára, gyertek át Instára, kövessetek minket TikTokon, és találkozunk a következő videóban. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Sziasztok!